50 milliárd forint csak 2012-ben ennyi volt a nyeresége egy svájci bejegyzésű cégnek, amely különleges magyar állami közreműködéssel jóval olcsóban értékesítheti a nyugatról behozott gázt Magyarországon, mint az oroszok. A MET nevű cégről és tulajdonosi hátteréről a 444.hu portál írt. A cikk szerint a tulajdonosi hálóban feltűnik a Videoton foci csapat tulajdonosa, Orbán Viktor személyes barátja, Garancsi István is. Legelésző tehenek, csillogó víztükör, festői utcácskák. Ez a svájci cúg. A Czürichtől alig egy órányira fekvő kisvárosban van bejegyezve a MET nevű cég. A cégnek különleges szerződése van a magyar villamos művekkel. Ezért az állami közreműködéssel behozott gázt például 2012-ben köbméterenként 32 forinttal olcsóbban értékesíthette Magyarországon, mint az oroszok. A 444.20 szerint. Mutatjuk hogyan. A nyugatról jövő gáz a csoport egyik leányvállalata hozza el a magyar határig, itt eladja az állami villamosműveknek, amely jelenleg versenytársak nélkül ingyen használhatja az osztrák magyar határon fekvő csővezetéket. Majd ahogy Magyarországra kerül a gáz, az MVM rögtön visszaadja az egészet a METnek. A műveletért csak egy minimális szállítási árat kér az állami vállalat. A svájci bejegyzésünket a 444.hu szerint csak 2012-ben 50 milliárd forint nyereséget ért el. A kivételezett helyzetű cégcsoportban 40%-ban tulajdonos MOL, de a maradék 60% tulajdonosai között a 444.hu szerint az oroszok mellett ott van az Orbán Viktorral jó kapcsolatot ápoló, a videóton csapatot birtokló Garancsi István is, több cégben feltűnik Lakatos Benyámin, aki korábban a Hernádi Zsolt vezette Molnál dolgozott, és Nagy György, aki több másik vállalkozásban Csányi Sándor üzlettársa. A demokratikus koalíció nem érti, hogy az olcsóbb gáz behozásából származó évi 50 milliárdos hasznot, miért nem az állam teszi zsebre. Ebből szerintük tovább csökkenthetné a rezsit. Hogyha a kormány mindig rezsicsökkentésről beszél, akkor miért nem a végső gázfogyasztóknak adja oda ezt az évenkénti 50 milliárd forintot? Miért kell közbeiktatni egy olyan céget, aminek a közreműködésére az égvilágon semmi szüksége nincsen a magyar villamos műveknek? Kerestük a metet is. A cég közleményt adott ki, amiben azt írják, nem ápolnak politikai kapcsolatokat, eredményeiket nem tulajdonosi hátterük révén érték el. Hozzáteszik a magyar villamos művekkel kötött szerződésük csak a bevételeik 7%-át teszik ki. A MET csoport összárbevétele csak 2013-ban 2961 millió euró volt.